Máté Szalka kiemelt figyelmet fordít a helyi vállalkozásokra, ezért 2015-ben megalapították a Máté Szalka kiváló vállalkozása díjat. Ezt azok a kimagasló tevékenységet végzők kaphatják meg, akik munkájukkal segítik a város jó hírnevének megőrzését, érdekeinek előmozdítását is. A helyi vállalkozások jó kapcsolatot ápolnak az önkormányzattal, annak költségvetésére is pozitív hatással voltak 2021-ben. A koronavírus járvány azért nagyban átalakította az önkormányzat bevételeit, és mi is egy picit izgultunk, hogy hogyan fog ez alakulni, de elmondhatom most már így a koronavírus járványból kilábalva, hogy Máté Szalka város bevételei nem csökkentek, hanem növekedtek, a vállalkozások kiegyensúlyozott növekedési pályára álltak újra, tudják teljesíteni a kitűzött céljaikat, és be tudják fizetni azokat az adóforintokat, ami Máté Szalka város önkormányzat kasszáját gyarapítja, tehát elmondhatom, mivel egyrészt a vállalkozások száma is növekszik, illetve a vállalkozások volumene is, ezért ezáltal Máté Szalka város bevétele is a vállalkozásoknak köszönhetően növekszik folyamatosan, és most már befizetőkké is váltunk tulajdonképpen az államkasszába. Minden év október 31-ig lehet jelölni a vállalkozókat a Máté Szalka kiváló vállalkozója díjra. 2021-ben 9 javaslat érkezett 8 vállalkozásra, és a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság már csak 3 javaslatot továbbított az önkormányzat képviselőtestületének, aki támogatta ezeket a javaslatokat. Nagyon fontos tudni, hogy minden évben maximum 3 vállalkozás kaphatja ezt a díjat. Ebben az évben mind a 3 díj odaítélésre került, de ez nincs mindig így, tehát nem történik meg minden évben. Én arra buzdítok mindenkit, hogy akinek van ötlete, javaslata, minden év október 31-ig adja ezt be az önkormányzatnak. Az elbírálásnál szempont, hogy az adott területen kimagasló tevékenységet végezzen a vállalkozás, nagy szakmai múlttal rendelkezzen, de a gazdasági versenyképesség mellett kiemelten fontos a társadalmi felelősségvállalás is. Olyan vállalkozások kapták a díjat, akik nagyon jó kapcsolatot ápolnak a város kulturális, oktatási és sportintézményeivel. Így legutóbb a Max Liner Hungary Kft., az Electrix Rendszerház Kft. És a Krasna Tüzép Kft. Kapta az elismerést.